kis segér, ugye olyan, mint egy kis segér. Na nézzük csak meg, itt van még egy, ezt a kettőt összerakjuk egymás mellé. Akkor mit látunk, hogy ez? Kettő... Kettő hegedű, ugyanolyan, csak kicsit másik a színe, ugye? Az egyik világosabb, a másik sötétebb, de ugyanaz a kettő, ugye? Nézzük meg még azt, hogy a hegedűnek hány húrja van. Három. Megbeszéltük, hogy? Három. Na mennyi? Három. Biztos? Négy. Egy, kettő, négy. Három, négy. Ugye? Négy húrja van. Mind a két hegedűnek négy húrja van. Most nézzük meg ezt a hangszert. Nézzétek csak meg a hegedűhöz képest. Milyen? Nagyobb. Más a színe. Nagyobb. A színe is más, de nagyobb. Hány húrja van? Ennek is? Négy. Négy húrja van, és ezt hogy hívjuk? Hegedű. Nem, a hegedű az ez volt. És amelyik nagyobb, egy kicsivel nagyobb csak, azt úgy hívjuk, hogy brácsa. Bizony, az a brácsa. Nem sokkal különbözik, csak egy kicsivel, ugye? Kicsikét nagyobb. Csak pont olyan formája van, mint a hegedű. Pont olyan formája, színe is, majdnem, ugye? Majdnem ugyanaz. Na és akkor mi az a nagyon nagy? És annak hány húrja van? Három húrja van, csak bizony. Három. És mindegyik hangszerhez mi tartozik még, amit az előbb megbeszéltünk? Mi ez? Vonó. És ez van a hegedűhöz is, van a brácsához is, és van a nagybőgőhöz is. De nézzétek csak! Itt valami másik fajta hangszer van, nézzétek, ez vonó. És azt képzeljétek el, hogy nem látjátok, majd a végén megnézhetitek, hogy itt is vannak húrok, itt is, ez sok-sok húrja van. Nem is tudjuk megszámolni, annyi húrja van, képzeljétek el. És ez... Figyeljetek csak, Máté! Nem! Ezt a hangszert ki tudja, hogy hívjuk? Na, senki nem tudja, Máté? Ezt úgy hívjuk, hogy cimbalom. Ez a cimbalom. Képzeljétek el, ez nem vonóval húzzuk, mint a hegedűt, hanem ütjük. A Luca megmutatja nekünk, hogy kell. Megmutatja nekünk a brácsa, milyen állatot után azt találjuk ki. Kutya? Olyan, mint egy kutyus ugat, ugye? Olyan, mint egy kutya. Az ez is ugat. Figyeljetek csak, magasabb vagy mélyebb hangja van, mint a hegedűnek. A hegedűnek a legmagasabb, ugye? A brácsának kicsit... Kicsit mélyebb. És akkor most hallassuk meg a nagybőgőt. Olyan, mint egy medve. Jó, mi? A cimbalom, mert képzeljétek el, tud mély hangot is adni, meg magasat is. Üss nekünk egy mélyet. Az egy mély és egy nagyon magasat. Olyan nagyon magasat is tud, képzeljétek el. Nagyon sok húrja van, és az miatt ilyen nagy távolságot tud megszólaltatni. Na, megkérjük most a gyerekeket, hoztam nektek egy mesét, képzeljétek el. Méghozzá az a címe, hogy a szegény ember hegedűje, és ezt most el.